Akkor szeretettel üdvözlök mindenkit, minden érdeklődőt nagy szeretettel üdvözlök, és nagyon köszönöm, és pláne üdvözlök minden kedves kollégát, oktatótársamat, aki ma bekapcsolódott erre a nyílt napra, és extra üdvözlök, és nagyon köszönöm minden olyan hallgatónknak, régi és mostani hallgatónknak, aki szintén bekapcsolódott, és mindenki arra vállalkozik, hogy hát néhány szót majd mondjon arról, hogy milyen szerint ez a képzés, és miért érdemes erre a képzésre jönni, és arra is, hogy neki milyen személyes élményei vannak a pedagógiai szakpszichológus képzéssel kapcsolatosan, hiszen ezért vagyunk most itt, hogy ezt a szakirányú továbbképzést bemutassuk, és az esetlegesen felmerülő kérdésekre élőben válaszolni tudjunk, hiszen három dimenzióban nem tudunk találkozni, de akkor így ebben a formában és ezen a csatornán szeretnénk minél képletesebben és érzékletesebben megmutatni, hogy mit tudunk nyújtani ezen a képzésen, és kiket miért várunk erre a képzésre. Néhány szóban akkor én megnyitnám ezt a mai alkalmat. Én Jármi Éva vagyok, az ELTE PPK adjunktusa, a tanácsadás és iskolapszichológia tanszéknek az oktatója már régóta, és én ennek a képzésnek a viszonylag friss szakfelelőseként vagyok most jelen, és én igazgatom itt a következő évfolyamot is, és hát itt van velünk Enkollár Katalin, aki az elődöm volt ebben a poszton, a szakfelelőse a képzésnek, úgyhogy mi azt szeretnénk majd egy picit elmondani, hogy a mi fejünkben hogyan áll össze ennek a képzésnek a koncepciója, és miért tartjuk nagyon unikálisnak és nagyon-nagyon hasznosnak minden olyan szakember számára, aki érdeklődik az iskola világa iránt, és aki akár iskolában, akár óvodában, akár pedagógiai szakszolgálatnál, akár tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságban, akár pedig a gyerekvédelem bármely területén, alapellátásban, szakellátásban dolgozik. Tehát nagyjából a mindenkinek, illetve hát ne felejtsük ki a felsőoktatásban dolgozó pedagógus kollégákat sem. Tehát mindenki, aki valahogy az iskola, a köznevelés vagy a felsőoktatás világával kapcsolatban áll, azoknak azt gondoljuk, hogy nagyon specifikus ismereteket, készségeket tudunk nyújtani ezen a szakirányú továbbképzésen. És hát tudjuk azt, hogy az iskolákban és a pedagógiai területen rettetesen sok olyan állás nyílik meg és elérhető folyamatosan, ahova várják a kollégákat, és ahova nagyon sok olyan szakember kerül, aki eredetileg lehet, hogy nem ide szánta magát, és talán nem erre a szakirányra, specializációra jött, vagy választotta, amikor az alapképzését csinálta. Szóval, hogy vannak nagyon sokan olyanok, akik hamarabb lesznek a pedagógiai területen, hát iskolapszichológusok, vagy bármilyen más munkavállalók, mint hogy kifejezetten ebbe az irányba képződtek volna. Tulajdonképpen mi számukra szeretnénk leginkább segítséget nyújtani, és azt gondoljuk, hogy akár azoknak, akik csak tervezik, hogy ilyen területre lépnek, vagy már ott vannak, sokat tud adni, nem csak az, amit mi, az oktatók közvetítünk és adunk át, hanem az is, amit a már terepen dolgozó csapat oszt meg egymással az órákon. Hiszen azt gondoltam, hogy az egyik elsődleges dolog, amit én ki fogok ma emelni, hogy miért jó szerintem ez a képzés, hogy ez egy kis műhely tulajdonképpen. Minden évfolyamunk 20
21 néhány főből áll, úgyhogy ez egy igazi csapat munka, ami minden évben elindul, kialakul, és folyamatosan ugyanazzal a brigáddal 2 éven keresztül dolgoznak az oktatók, akik szintén általában több órát, kurzust tartanak, és egy olyan igazi, milyen kis mini iskolák vagyunk mi az egyetemen belül. Úgyhogy ez a műhely hangulat, ez nagyon sokat hozzá tud adni, nem csak ahhoz, hogy ki mit tud erről a területről, hanem ahhoz is, hogy mennyire érzi magát megtámogatva a terepen. Úgyhogy ez az egyik fontos üzenetünk, amit szeretnénk így előjáróba elmondani, illetve hát én azt is nagyon szeretném elmondani, hogy a pedagógiai szakpszichológus végzettséggel csodálatosan lehet akár magánpraxist is indítani. Ez a másik, amit én magamnak kitaláltam, hogy szeretnék elmondani már a legelején, hogy mindazok, akik abban gondolkoznak, hogy magánpraxist indítsanak, és közben pedig érdeklődnek az iskolai problémák, vagy a nevelési problémák iránt, és nem klinikai szintű feltétlen, de támogatást szeretnének nyújtani szülőknek, akár beiskolázás területén, akár kognitív tanulási problémák kapcsán, vagy beilleszkedési nehézségek esetén, azoknak szintén nagyon jó támogatást nyújt ez a képzés, és akár jogi szempontból, akár szakmai szempontból tökéletes választás és nagyon jó irány lehet, és borzasztó nagy hiány van a terepen erre, ezekre a szakemberekre. Na, hát én előjáróban ennyit gondoltam. Minden a képzésnek a felépítését, azt is el fogjuk mondani, de előtte átadom a szót Lengyel Ági kolléganőmnek, aki azt fogja elmondani, hogy hogy lehet erre a képzésre bekerülni. Tehát a felvételi eljárásról tud ő részletesen beszélni, és arra kérek mindenkit, hogy közben gyűjtse a kérdéseket, az érdeklődőket, hogy gyűjtse a kérdéseket, hogy mi az, amire extra kíváncsi, akár a felvételjárással kapcsolatosan, akár majd a képzéssel kapcsolatosan. Úgyhogy Ági, légy szíves, akkor tájékoztass minket a képzés, vagy a felvételi. Köszönöm szépen, én egy pici türelmet kérek, amíg megosztom a képernyőmet, mert egy igazán rövid, pár diából álló PPT-vel készültem, hogy egyáltalán maguk az információk megmaradjanak írásos formában is, illetve látványos legyen, és ne csak az elszálló szóra kelljen hagyatkozni a későbbiekben. Én most kifejezetten, ahogy a Néva is említette, ennek a képzésnek a felvételi eljárásáról fogok akkor tehát beszélni, aminek az első és legfontosabb jellemzője az az, hogy ez bizony határidőkhöz van kötve. Itt az edén látható is, hogy 3 olyan kiemelt határidőnk van, illetve időpontunk van, amit érdemes szem előtt tartani. Jelentkezni azt június 30-áig lehet a képzésre. Itt egy elektronikus jelentkezési felületről beszélünk, tehát egy elektronikus jelentkezési felületen kell majd megtenni egy regisztrációt, és oda kell feltölteni azokat a dokumentumokat, amik a jelentkezéshez szükségesek. Ennek a határideje tehát a június 30-a. Ennek alapján fogjuk megszervezni majd a felvételi elbeszélgetéseket, amit a szakterület július 8-áig tervezett. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a regisztrációkor javasolt mindenkinek olyan e-mail címet megadnia, amit rendszeresen néz, hiszen itt a jelentkezési határidő és a felvételi időpontja között nagyon rövid idő fog eltelni, tehát mi a felvételi elbeszélgetés előtt pár nappal fogjuk tudni csak kiküldeni, az anyagok ellenőrzése után természetesen ezt a bizonyos behívót, úgyhogy ott mindenképpen 30-a és 8-a között napi szinten ellenőrizni szükséges ezt a bizonyos fiókot, ezt a levelező fiókat, amitnek a címét megadják nekünk a jelentkezéskor. Gyakori kérdés mégis egy fontos állomás a felvételiben annak a vége, vagyis hogy mikor kap felvételi határozatot az illető jelentkező, ez pedig július 31-én lesz, tehát röviden szűken egy hónap alatt a felvételi eljárásnak a ránk vonatkozó része az le fog zajlani. Egy pillanat türelmet kérek. Megint egy érdeklődő, nem igaz?
Igen, sajnos elmulasztottam, hogy lehalkítsam a telefonomat, elfelejtettem, pedig minden területen jeleztem, hogy nem leszek elérhető, de ezt az egyetlen egyet a három közül nem sikerült. Bocsánat. Menjünk is tovább akkor a következő diára, és akkor mondom a következő információkat. A jelentkezés előtt én javaslok mindenkit, hogy tájékozódjon arról, hogy egyáltalán jelentkezhet erre a képzésre, illetve hogy a jelentkezéshez milyen szükséges dolgokat kell előállítania. Egyrészt ugye a jelentkezésnek kétféle feltétele van, végzettségre vonatkozó és szakmai gyakorlatra vonatkozó feltétele is. Erről a későbbiekben lesz majd szó. A végzettségről egyelőre csak annyit mondanék, ugye, hogy vagy pszichológia mesterképzésben, vagy korábbi rendszerű egyetemi pszichológia szakon szerzett végzettséggel lehet bejutni erre a bizonyos szakra. Itt arra kérnék mindenkit, hogyha ezzel kapcsolatosan van bármiféle különleges körülménye, például a végzettségét külföldön szerezte, akkor nyugodtan jelezze ezt nekünk majd a kérdésekre fenntartott szekcióban, és akkor az ezzel kapcsolatos információkat bővebben is el fogjuk mondani. Illetve ugye van szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény is. A technikai felkészüléshez én javaslom, hogy a regisztrációhoz nézzék meg, hogy milyen adatok szükségesek. Valószínűleg ugye a természetes azonosító adataikat, például születési idő, születési hely, azt mindenki fel fogja tudni tüntetni, viszont felhívom rá a figyelmet, hogy olyan adatok is kellenek, amiket én például nem biztos, hogy fejből tudok mondani, mint személyigazolványszám, adóazonosító jeltajszám. Azt is érdemes megnézni, hogy milyen dokumentumok szükségesek ehhez a bizonyos jelentkezéshez, és ezeket időben össze is kell készíteni. Ha valami esetleg nem áll rendelkezésünkre, ki kell kérni munkáltatótól, mint szakmai gyakorlat igazolása, vagy az előző intézménytől, mint a végzettség igazolása, akkor azt időben el kell indítani, hiszen ezre is időt kell hagyni, hogy az illető ezeket kiállítsa, illetve azokat a dokumentumokat, amelyek nem állnak rendelkezésre csak papír alapon, azokat érdemes előre ugye beszkennelni. Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert a szkennelés végére egy olyan állapotú dokumentumra kellene eljutni, aminek a formátuma PDF vagy JPG lehet, és ami fontos, hogy dokumentumonként a 64 megabájtot nem haladhatják meg. Ez minden egyes dokumentumra külön-külön vonatkozik, tehát nem összességében kell nézni, hanem dokumentumonként. Hogyha valami esetleg ennél nagyobb, akkor azt több darabban, oldalanként, bárhogyan máshogyan szükséges majd föltölteni a felületre. Érdemes tájékozódni a befizetésről is. Erről a honlapunkon van egy rövid leírás, hogy hogyan, milyen adatokkal tudják ezt megtenni, hiszen a befizetés igazolás is a jelentkezési csomagnak a része, tehát ezt az előtt el kell intézni, hogy az illető jelentkező a regisztrációt végrehajtaná. Az a bizonyos honlap, ahol például a befizetéshez szükséges információk is, de a beküldendő dokumentumok és maga a jelentkezési felület is megtalálható, azt ide rátettem a diára, ez a PPK-nak a honlapján, a felvételizőknek szóló csatornában a kifejezetten szakirányú továbbképzésre vonatkozó információk között található meg. A felület az úgy épül föl, hogy a tetején képzésenként található maga a képzési kínálat és a képzésekről egy rövid tájékoztató, de érdemes lejjebb görgetni, hiszen címszavak például jelentkezés módja, felvételi díjbefizetése, felvételi elbeszélgetés, további fontos információkat tettünk közzé. Ezeket ugye az ott megtalálható lefelé mutató nyilacskákkal lehet elérni, ott található meg például maga ez az elektronikus jelentkezési felület is, a jelentkezés módja címszó alatt. Hogy mit is kell föltölteni a jelentkezéskor? Mindenképpen szükséges az oklevél, vagyis a végzettségnek az igazolása. Hogyha valaki ebben a fél évben szerzi meg a diplomáját, és úgy szeretne jönni, az ebben a bizonyos képzésben viszonylag ritka, hiszen ugye itt szakmai gyakorlatot is kér a szakterület, de becsületből rajta hagytam a dián ezt a lehetőséget is, hiszen előfordulhat, hogy valakinek olyan kondíciói vannak, amivel ez a kettősség esetleg előfordulhat. Ebben az esetben egy kötött formájú igazolást kérünk. Amit viszont tudni kell, hogy az eredeti dokumentumot, oklevelet, azt minden esetben be kell tudni mutatni majd a beiratkozáskor. Tehát most egy szkennelt képet fogunk kérni, és szeptemberben, amikor találkozunk, akkor a beiratkozáskor az eredetit nekünk mindenképpen meg kell mutatni. Szükséges előre készíteni egy szakmai önéletrajzot, illetve egy motivációs levelet, amit szintén kérünk föltölteni erre a jelentkezési felületre.
Ide kérjük föltenni a szakmai gyakorlatnak az igazolását is. A honlapon található tájékoztatóban pontos leírás van erről, ide csak annyit emeltem ki, hogy minimum 1 évesnek kell lennie, és nem mindegy, hogy hol szerzi meg az illető jelentkező ezt a bizonyos szakmai gyakorlatot, illetve ugye a befizetés igazolását. Itt azért emeltem ki a NetBankot, hiszen mostanában viszonylag ritkán fordul elő, hogy el tudunk menni egy bankfiókba, és személyesen el tudjuk indítani az átutalást. NetBankja viszont gyakorlatilag most már mindenkinek van. Itt ugyanúgy lehet a befizetésről egy visszaigazolást kérni, illetve lementeni. Jellemzően tranzakciós jegyzőkönyvnek, vagy befizetésigazolásnak, vagy utalásigazolásnak hívják ezt a netbankok. Ennek nem kell hitelesnek lennie, tehát nem kell szereznünk rá semmilyen módon aláírást, viszont az adatoknak látszania kell rajta ezen a bizonyos igazoláson, vagyis hogy honnan és hova történt az utalás, milyen összeggel és milyen közleményrovattal. Itt erre kell majd odafigyelni ennél a dokumentumnál. Összegyűjtöttem pár olyan kérdést is, ami általában a szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatban föl szokott merülni a felvételi eljárás során. Sok éves tapasztalat alapján ezek azok, amiket kérdésként leggyakrabban megkapunk. Az első és talán a legtöbbeket érdeklő kérdés az szokott lenni, hogy lehet-e állami ösztöndíjas formában jelentkezni erre a képzésre. Erre a válaszunk az, hogy nem, ez nem szakspecifikus, hanem szintspecifikus döntése a pedagógiai és pszichológiai karnak. A szakirányú továbbképzéseink közül egyiket sem hirdetjük meg, ugyanis állami ösztöndíjas formában, ezek csak és kizárólag önköltségesen elérhetők. Szokták kérdezni a jelentkezők, kifejezetten azok, akik pszichológus végzettséggel rendelkeznek, és esetleg több irányban is érdeklődnek, hogy meg lehet-e jelölni több képzést is a felvételi jelentkezéskor. Erre szintén az a válasz, hogy igen. Itt nincs olyan kikötés egyébként, mint az alap- és mesterképzés esetén, hogy egy felvételi eljárásban csak egy képzésre lehet felvételt nyerni. Hogyha valakinek olyanok a munkakörülményei, olyan az élethelyzete, és akár több képzést is tud párhuzamosan végezni, a mi képzéseink közül, vagy akár bárhonnan máshonnan, akkor erre van lehetősége, semmiféle jogszabály nem zárja ki, hogy akár egyszerre több továbbképzésre is felvételt nyerjen hozzánk. Tehát többet is meg lehet jelölni, ezeket lehet egyébként rangsorolni is a megjegyzésmező segítségével, tehát meg lehet mondani, hogy melyikre szeretne inkább és melyikre kevésbé felvételt nyerni a jelentkező, de mindegyiket megjelölheti, illetve azt a szándékot is, hogyha párhuzamosan szeretne ezek mindegyikére járni. Szokták kérdezni, hogy általában inkább a jelentkezési időszak vége felé, hogy és akkor meddig lehet beküldeni még pluszban a dokumentumokat. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy maga a regisztrációs felület az úgy került kialakításra, hogy a dokumentumok csatolása nélkül nem lehet leadni magát a jelentkezést. Tehát érdemes úgy készülni, hogy a regisztrációs felület megnyitására, amikor az adataikat elkezdik kitölteni, már legyen a kezükben, gépükön, merev lemezükön az a bizonyos dokumentum kupac, amit szeretnének majd csatolni a jelentkezéshez, mert azok nélkül nem fogják tudni majd ezt leadni. Tehát a jelentkezés és a dokumentumok benyújtásának határideje az egy és ugyanaz. Hogyha esetleg bármelyik dokumentummal viszont gond támad, olyan formában sikerült lefényképezni, beszkennelni, hogy nem látható rajta mondjuk egy kulcsadat, oklevélen például a sorszáma, vagy bármi, akkor egyedileg hiánypótlási felszólítás keretében ezeket még be fogjuk kérni majd a későbbiekben, de úgy kell készülni, hogy egy változatot mindenből fel kell tudni tölteni a jelentkezésnél egy időben. A következő kérdés az értesítésekre szokott még vonatkozni. Arra felhívnám a figyelmet, hogy azokra az e-mail címekre, amelyeket, illetve azokra a kiszolgálókra, amelyekre a honlapon külön fölhívtuk a figyelmet, sajnos vonatkozik az a kitétel, hogy az ELTE-től érkező ilyen automatikus tömeges leveleket nehezen fogadják, ezért nem csak a beérkezett üzeneteket, hanem a spam mappát is érdemes majd nézegetni bizonyos e-mail kiszolgálók esetében, mert hogy rögtön az első értesítés az egy automatikus értesítés lesz a jelentkezés leadásakor. Amikor valaki megnyomja azt az alsó gombot a regisztrációs felületen, amivel beküldi nekünk ezt a bizonyos jelentkezést, akkor nem mi személyesen, hanem egy automata küld egy válaszlevelet, amiben annyi van mindössze benne, hogy regisztráltuk a jelentkezését.
Hogyha ez esetleg nem érkezik meg, akkor érdemes megnézni a spam mappát is, illetve hogyha ott sem találja a jelentkező ezt a bizonyos automatikus értesítést, akkor érdemes megkeresni minket. Elképzelhető, hogy nem karakter helyesen került feltüntetésre például az e-mail cím, és rossz helyre próbálkozik a rendszer ezt a visszaigazolást kiküldeni. Az első értesítés tehát egy automatikus üzenet lesz jelentkezéskor. A második értesítés az július 8-a előtt a felvételivel kapcsolatos, a vizsgával, elbeszélgetéssel kapcsolatos értesítés lesz, a harmadik értesítés pedig maga a felvételi határozat július 31-éig, tehát ha minden rendben megy, akkor egy automatikus és két személyre szabott üzenet fog érkezni mindenkinek a posta fiókjába. Ezen felül, hogyha szükség van rá, akkor az egyedi hiánypótlást fogjuk még kiküldeni, de ennél többször nem fogjuk zargatni majd a jelentkezőket. Szokták azt is kérdezni az érdeklődők, hogyha ők most beadják a jelentkezésüket, hát még nem tudják, hogy hogyan fog alakulni a szeptember, addigra lehet, hogy történik ez és az a személyes életükben, akkor muszáj-e megkezdeni a képzést. Maga a jelentkezés az olyan kötelezettséget jelente, amiben, hogyha ők ezt visszamondják, akkor anyagi hátrány éri őket, vagy bármi egyéb olyan következménye van, ami a későbbiekben rájuk negatív hatással lesz. Erre nemleges a válasz. Maga a jelentkezés és még maga a felvételi határozatnak a kiküldése sem jelent 100%-os teljes kötelezettséget, ami azt jelenti például, hogy be is kell fizetni rögtön az első fél éves tanköltséget. Az illető hallgató vagy leendő hallgató szeptemberig a beiratkozásig meggondolhatja, hogy szeretné megkezdeni a képzését. Az első fél éves önköltség befizetésére majd októberig kell sort keríteni. Tehát addig még lehet gondolkodni arról, hogy akkor az illető meg tudja ténylegesen kezdeni a képzését, vagy sem. Persze arra felhívnám a figyelmet, hogy beiratkozás után már csak külön kérelemre, egyedi méltányossággal lehet esetleg a regisztrációt visszavonni, de minden esetben van arra lehetőség, hogy a hallgató e témában kérelemmel vagy kérdéssel forduljon hozzánk, és mi segítünk, hogy milyen lehetőségei vannak. Tehát az senkit ne tartson vissza a jelentkezéstől és a felvételitől, hogyha még bizonytalan abban, hogy szeptemberben hogyan fog majd az ő élete bonyolódni. Ha valaki nem jelentkezik a képzésre, akkor sajnos a szeptemberben már nem lehet korrigálni, de ha jelentkezik a képzésre, akkor például egy méltányossági halasztással azt lehet korrigálni, hogy ne azonnal kezdje meg a tanulmányait, hanem csak egy év múlva. Említettem azt, hogy keresni minket lehet a felvételi eljárással kapcsolatban. Ez a minket történő keresésnek a módja, ami most a képernyőn látható, egy e-mail cím, illetve egy telefonszám. Itt kifejezetten a felvételi technikai lebonyolításával kapcsolatos kérdéseket fogjuk majd várni. A szakmai kérdéseket továbbítjuk majd a szakterület felé természetesen, de itt akár a jelentkezési folyamattal, akár a felvételi folyamattal kapcsolatos dolgokban tudunk segíteni. És én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna gyorsan elmondani. Köszönöm szépen, Ági! Nagyon jól elmondtál sok mindent, egy dologról olyan szemérmesen hallgattál direkt, hogy mennyibe kerül a képzés? Nem direkt hallgattam róla személyesen, vagyis szemérmesen. A honlapunkon ez az információ is megtalálható, a felvételi meghirdetési oldalon még hozzá, és én ehhez képest most akkor számszerűsítem is, hogy 190 ezer forint fél évente ennek a képzésnek az önköltsége. Köszönöm, köszönöm. Arra szeretném kérni az érdeklődőket, hogy ha van kérdésük a felvételi eljárással kapcsolatosan, akkor már most elkezdhetik használni a chat felületet és írásban feltenni a kérdésüket. Jó? Úgyhogy nyugodtan használhatjuk párhuzamosan a csetet, és közben folyik tovább a beszélgetés. És akkor azt szeretném kérni Katitól, Kollár Katitól, hogy akkor ő vegye át a szót, és egy picit mesélj el, hogy hogyan néz ki ez a képzés most pillanatnyilag, mire számítson az, aki felvételizik és hozzánk jön. Köszönöm a szót, én Kollár Katalin vagyok, és viszonylag hosszú ideig a közelmúlt
eddig volt szerencsém vezetni ezt a szakirányú továbbképzést. Azért mindjárt mondanám, hogy ez a pszichológus szakirányú továbbképzések közül az egyik legrégebbi, tehát a klinikai szakképzéssel párhuzamosan körülbelül 40 éve indult ez a képzés, persze számos reformmal jellemezhetően, és a képzés 2 éves, mint minden szakirányú képzés egy újabb szakdolgozattal záródik, tehát olyan munkát kérünk a végén, ami a gyakorlathoz kapcsolódóan, de kellő tudományos megalapozottsággal készül, és nagyjából ez is jellemző magára az egész képzésre, úgy gondolom, tehát, hogy nagyon erős gyakorlati orientáltságot szeretnénk neki adni. Ugye már a kezdetén az első üzenetünk az, hogy az iskolában, amit az iskolapszichológus hatékonyan tud csinálni, annak az egyik formája az a csoportozás, csoportépítés, társas kapcsolatok fejlesztése, úgyhogy ebben indul a képzés, hogy a saját 20-25 fős évfolyamunkat összekovácsoljuk csoporttá, tehát csapatépítő tréninggel indul, ami egyrészt egy alapélmény ahhoz, hogy majd gyakorlati tudást építsünk rá, másrésztről pedig azt gondoljuk, hogy ez nagy haszon a képzés során. Én több szakirányú továbbképzésbe is dolgozom, és az a benyomásom, hogy felnőtt képzésre úgy könnyű járni, hogy a csapat együtt jár és egymást támogatja. Tehát, hogy no, úgyhogy én a magam részéről szintén diákként kezdtem a pedagógiai szakpszichológus képzéssel való ismerkedést, mert van ennek egy olyan tulajdonsága is, hogy ez pedagógus szakvizsga egyenértékű képzés, tehát bizonyos, ha valaki köznevelésben, közoktatásban dolgozik, akkor bizonyos jogosultságok azok pedagógus szakvizsgához kötődnek, illetve a pszichológus ugye nem tud pedagógus szakvizsgát csinálni, meg nem is akar, ebben egyenértékű ez a szakképzés, és engem tulajdonképp ez motivált, meg föl is biztattam 4-5 kollégámat, hogy azért végezzük el a szakképzést, mert ez némi anyagi juttatást jelent, tehát emeli a fizetésünket, és aztán kiderült, hogy messze nem ez az izgalmas benne, tehát hogy az nagyon kis haszon volt, de hogy én nagyon jól tudtam a képzést használni, mind a tanárképzésben való oktatásban, mind a pszichológus képzésben is. Ezt csak azért mondom, mert úgy zárójelben egyébként azt gondoljuk, hogy aki a felsőoktatásban pszichológiát tanít, annak is a legrelevánsabb képzés ez, ha csak nem valami speciális területen akar oktatni. No, és hogy ugye az iskola világa és a gyerekvédelem világával kapcsolatban nyújt ismereteket és készségeket is, tehát például olyan technikákat, mint a restauratív technika, nem tudom, nem látom még a Lídiát, talán majd még meg tudjuk szólaltatni, és hát azt emelném talán ki azon kívül, hogy ugye iskolapszichológusnak vagy óvodapszichológusnak többek közt azért érdemes lenni, mert hogy az ember sose unatkozik. Tehát, hogy egy olyan változatos munkakör, ami minden nap újabb és újabb feladatokat és változatos munkaterületet jelent, és ezt a maga a képzésünk is tükrözi, tehát hogy nagyon sokféle területen nyújt ismereteket, és akkor egy kicsit részletezném azt, amit a múltkor
a mesterképzéses tanácsadási iskola pszichológia programos diákjaim egy ilyen önismereti játék kapcsán fogalmaztak meg, hogy bizony az iskola pszichológus a szegénységre van kárhoztatva. Na most szeretném mondani, hogy ez korán sincs így, mert hogy én úgy gondolom, hogy a legnagyobb magán pszichológusi szolgáltatást igénylő piac az pont az, amire ez a képzés nyújt képesítést, nevezetesen, hogy azokkal a problémákkal lehet foglalkozni ennek a diplomának a birtokában, amik gyerekek iskolai, tanulási, beilleszkedési, bármilyen módon iskolához kapcsolódó problémáit jelent, márpedig az én tapasztalatom szerint a leghamarabb a pénztárcát a szülők nyitogatják ki, ha gyerekekkel valami probléma van. Tehát mi az, amit nyújtunk? Az egyik, ami érinti körülbelül a 10%-át a populációnak, úgy összességében ez a tanulási problémák köre, aminek a súlyosabb formáival ugye az is foglalkozni fog, aki szintén a mi szakképzésünkre érdemes, hogy járjon, aki szakértői tevékenységet fog folytatni, de van egy széles réteg, aki nem kerül szakértői bizottsághoz, vagy a szakértői bizottság azt mondja, hogy nem sajátos nevelési igényű a gyerek, nem éri el azt a szintet a probléma, és ezzel együtt is szeretné a szülő, hogy megsegítve legyen a gyerek, mert azért benne van abba a mesdjébe, ami bizony a tüneteket jelenti, csak nem súlyos formában. Sőt, van egy réteg, legyünk őszinték, aki azt mondja, hogy inkább elviszem előbb maszekba, nézzék meg, és akkor ha ott találnak valamit, és az olyan súlyos, hogy iskolai fejlesztést is lehet kapni, akkor vagy elviszem, vagy nem, hanem marad magánellátásba. No, a másik terület, ami ezt a maradék 90%-ot jelenti, illetve annak az én satszolásom szerint egy 30-40%-át potenciálisan, az a tanulási módszerekben nem járatos diákok. Tehát az alul teljesítő, a jobban teljesíteni akaró, de magától a tanulási módszerekben nem jó megoldást találó diákok. Tehát ez a másik terület, tanulás módszertant lehet fejleszteni. A harmadik, az egy megint viszonylag nagy réteg a felmérések szerint, körülbelül a 30%-a a diákoknak, de ennek nyilván csak egy töredéke kerül magán praxisba ellátásra, vagy kerülhet. Ez a beilleszkedési, társas beilleszkedési problémás diákok, és akkor van egy nagyon látványos réteg, aki szintén figyelemre méltó, ez az iskolai szorongás, alulmotiváltság, tehát ilyen érzelmi motivációs problémákkal küzdő réteg. És minden mellett ugye van egy óvodai vonala is a képzésnek, tehát óvodapszichológusokat is képezünk, és itt a beiskolázás, érdemes-e a gyereket iskolába küldeni vagy visszatartani,
kellene, tehát ilyen egyéni tanácsadás jellegű problémák is nagy mértékben jelentkeznek. Hát én csak ha szűkebb és tágabb ismerettség és baráti körömet nézem, hát hatalmas mennyiségű megkeresés jön avval kapcsolatban, hogy érdemes-e a gyereket beiskolázni, vagy nem érdemes. Nyilván ehhez szakértői döntés kell ma már, de az, hogy a dilemma jogos-e vagy nem, ez például szintén egy ilyen terület, amivel érdemes foglalkozni. És hát a harmadik terület, amiről nem esett még szó, az a gyerekvédelem, amivel kapcsolatban vaskos ismeretanyagot nyújtunk, és ez az egyetlen képzés tudomásom szerint az országban, ahol egyáltalán gyerekvédelemmel foglalkozni lehet pszichológusként. És ez az a terület, ahol mindig lehet állásokat találni. Nyilván azért is nem akarjuk a port hinteni senkinek a szemében, mert ez egy nagyon nehéz terület, de azt is lehet látni, hogy aki viszont ide elköteleződik, az nagyon sokszor egy életen át nem szabadul ettől a szép, de nehéz pályától. Úgyhogy én ennyit gondolnék így első menetbe. Ha kérdések vannak, szívesen. Köszönöm szépen, Kati. Praktikusan ugye ez úgy néz ki, hogy épül fel a képzésünk, ugye 4 fél évről beszélünk, és minden fél évben, minden hónapban 3 képzési nap van, szerda, csütörtök, pénteki nap minden esetben. Most ez az első évfolyamnak így a 20. környéki hetekre esik majd ezek a képzési napok, ahova melegen várjuk, majd reméljük tényleg személyesen a hallgatókat, hogy részt vegyenek ezeken az órákon, mert nálunk, ha előadásnak, ha gyakorlatnak van meghirdetve, azért alapvetően a személyes jelenlétben gondolkozunk, tehát mindenki jellemzően részt vesz az órákon, és így hozzá tud járulni már az órák látogatásával a kurzus teljesítéséhez. A legtöbb kurzusnak egyébként a végén valamilyen gyakorlati dolgozat, esettanulmány, valamilyen kézzelfogható szakanyag kidolgozása van, tehát kevés vizsga az, amit mi kérünk a képzés alatt. Van 1-2 ilyen tantár, de ez kevesebb, és aztán a 4. fél évben már kicsit kevesebb óra van, viszont van egy egyéni terepgyakorlat, ahova nagyon sokféle helyre mehetnek a hallgatók, azt mi szervezzük, vagy az ő kérésükre ők szervezik maguknak, és ennek a 4. fél évnek a végén készül el az a szakdolgozat, aminek a védése után veszi át mindenki a záró vizsgán a szakirányú végzettséget igazoló oklevelet. Úgyhogy körülbelül ez a folyamat, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor még szívesen mondok erről többet. De most azt gondoltam, hogy először az oktatóknak adnék teret, aki becsatlakozott hozzánk, hogy kicsit meséljen arról, hogy mi az, ami őt ebbe a képzésbe motiválja, mi az, amit ő tanít, és amit fontosnak tart elmondani, hogy ő közvetíti ezen a képzésen. Most, ahogy nekem kilátszanak a résztvevők, hát Kálmán esetleg
Kezdheted ezt a kört Torma Kálmán, aki nálunk szervezetpszichológiát tanít. Nagyon szívesen. Talán meglepő bárkinek is, hogy hogyan kerül ebbe a képzésbe egy szervezetpszichológus. Tehát ennek elég komoly magyarázata van, ugyanis ahogy én sok kollégával beszélgettem, és saját magam is, mint szervezetpszichológus dolgoztam iskolákkal, ott dolgozó kollégákkal együtt, hát kiderült az, hogy aki egy iskolában vagy egy szervezetben dolgozik, mint pszichológus, az különleges nehézségekkel néz szembe. Az egyik nehézség az például, hogy úgy néznek rá, hogy tulajdonképpen ennek a szemében azt tűnik föl, hogy ki ez, mit csinál, miért van. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés meg szinte azonnal meglepő módon, mintha megéljen néznénk a dolgoknak, az jelenik meg, hogy oda mennek hozzá, és azt mondja, hogy segítenél-e abban, hogy rosszba vagyok az iskola igazgatójával? Segítenél-e abban, hogy nem tudok kijönni valamelyik tanárnak? Segítenél-e abban, hogy nem tudok valamelyik gyereke? Na, ez már közvetlen az ő munkájához tartozik. Na, de ami a szervezethez tartozik, hol van neki arra jogosítványa? Hol foglalkozhat ezekkel a kérdésekkel? Az érdekes az, hogy amikor ez nem attól függ, hogy milyen diplomája van, hanem attól függ, hogy milyen környezetben van. Valószínűleg mindannyian, mi pszichológusok tapasztalhattuk azt, hogy az emberek nagyon szeretnek bennünket használni, függetlenül attól, hogy mi mire vagyunk kiképzettek, és mire vagyunk feljogosítva. Hát ugyanezt történik az iskolában. Magyarul a szervezetpszichológus azt tapasztalja, hogy az óvodai, iskolai pszichológusokat mindenféle problémával megkeresik, amelyek szervezeti problémák és szervezetpszichológiai problémák is egyben. Kezdve azon, hogy rosszul értékelik a teljesítményét a tanároknak, kezdve azon, hogy milyenek a munkaköri viszonyok, milyen a munkahelyi légkör, hogy tanítanak az iskolában, és így tovább. Ezért is gondoltuk azt, hogy mindenképpen legyen egy olyan kurzus benne ebben a folyamatban, ahol legalábbis alapvető szervezetpszichológiai ismereteket próbálunk juttatni a hallgatóknak. Általában most én fölteszek egy anyagot, amit szeretnék megosztani veletek minden hallgatóval, hogy egy kicsikét áttekintés legyen arról, hogy mi is az, amivel az én kurzusom foglalkozik. Hát ugye én ezt egy ilyen mind map-ben ábrázolom, amit én az oktatás során is szoktam használni. Ez egy olyan konstrukció, ami azt jelenti, hogy mondhatnám így kérdve kifejtő módszerrel tudok dolgozni. Ami azt jelenti, hogy egy konkrét anyagom van, és a hallgatókkal való vezetett tematikus beszélgetés közben hol ezt, hol azt, hol amazt tudjuk megnézni. Tehát a munka az abból áll, ugye elsősorban, hogy nem az az érdekes, hogy én mit töltsek valakinek a fejébe, hanem az az érdekes, hogy ki mire kíváncsi. Hát hogyha ő kíváncsi valamire, akkor beszélnek róla. És itt körülbelül ezek a következő elemek szerepelnek. Ugye kezdjük azzal, hogy az iskola, mint szervezet, ez a tárgya az egésznek. Hát ugye itt azt jelenti, hogy mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy általában mit jelent az, hogy szervezet. Ugye ezért vannak ilyen elképzelések, hogy mik a szervezeti jellemzők az iskolában, hogy néz ez ki. És ezt most kibontom például, hogy ez akkor azon belül meg kell néznünk, hogy egyáltalán milyen szervezetek vannak, milyen szervezeti kultúrák, és így tovább. Egy röviden. Mert kiderült, hogy a szervezeti struktúrák között és a szervezetek működésének a jellemzők között az iskola különleges helyzetben áll, és nagyon nehéz helyzetben. Szóval az, aki egy iskolában dolgozik, függetlenül attól, hogy igazgató, tanár, pszichológus, vagy akár takarítónő, az mondjuk azért elég egyszerű, de mindenféle komoly problémája van abban a szempontból, hogy ő kicsoda is a szervezetben. Ő mekkora hatalma van, mire képes, hová tud eljutni. Egyáltalán a tanárok
értik-e, hogy hogyan kapcsolódnak hozzájuk a gyerekek. Kik az ügyfelek az iskolában? A gyerekek? A szülők? Az állam? Már ez is nagy probléma. Egyetlen a probléma az is, hogy az embereknek a szerep azonosságát nagyon nehéz eldönteni, hogyha ott dolgozik valaki, hogy kivel van szerződésben. Az állammal? A szülővel? És így tovább. Tehát ezeket meg kell beszélnünk, és néhány ponton tisztázni kell, ugyanis, ha ez úgy érzem a pszichológusok fejében nem tiszta legalábbis valamennyire, akkor elég nehéz adott esetben egy nagyon operatív irányban segíteni a hozzáfordulókat, hogy azok értsék azokat az úgynevezett akár bürokratikus, akár szakmai, akár lélektani folyamatokat, amelyekben a gyerekkel együtt részt vesznek. Tehát ezért is kellene csoportismeretek, meg szervezeti. Na, gyorsan végigszaladok, hogy mi minden van. Kálmán, bocsánat, én azt szeretném, hogyha jönnének az érdeklődők a képzésre, és nem most, de nagyon, nagyon jól csinálod, mert szerintem lesz már olyan, aki ki lesz élezve erre, hogy fejezze be, vagy hadd menjen végig ezen a folyamaton, de az idő miatt... Oké, túl sok van, mondd azt, hogy sok, kevés. Okay. Minden esetre én imádtam mondjuk ezt a kurzust, anno, amikor én is jártam, és azt kell, hogy megerősítsem, amit mondtál, hogy ez az egyik aspektus talán a képzésen, amit az egyéni tanácsadáson túl tudunk nyújtani, hogy ezt a szervezetpszichológus szemléletet, amit most megalapoztál, ezt tudjuk erősíteni, és ezzel azért nagyon ki tudtál gulni a résztvevőknek, vagy a hallgatóknak a hallgatóknak a nézőpontja. Úgyhogy köszönöm szépen, Kálmán, és egy valamit hadd mondjak hozzá. Nagyon fontosnak érzem ezt a kontextust, hogy helyezzék el magukat, és ennek mindig van egy nagyon érdekes visszajelzés, hogy minden évfolyamból eddig, meg minden évben volt egy vagy két szakdolgozat író, aki kifejezetten az izgatott, hogy ő és a szervezet, az iskola milyen viszonyban vannak, és ezt hogy kéne csinálni. Volt olyan, hogy teljesen elképedtem, hogy egy végzett szervezetpszichológus hívása azonnal közölhető állapotban született meg az egyik diáknál. No, hát ennyit. Majd ha valamelyik hallgatott. Hát ha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszol. És én nagyon szerettem ezt csinálni. Köszönjük, Kálmán. És Sándor bekapcsolta a kameráját, úgyhogy ezt ráutaló magatartásnak értelmezem, hogy szeretném megszólalni. Ugye Lénár Sándor. Próbáljuk így értelmezni, egy picit lassan megy a kamerám, tehát nem biztos, hogy a hang és a kép teljesen együtt lesz. Ez jelzi azt, hogy ilyen maga a képzés is. Tehát én mindig haladok azt szerint, a logika szerint, amit előre eltelveztem. Én ebbe a képzésbe egyébként úgy csöppentem, mint ahogy Éva jelezte, hogy beleöröklődött, tehát volt elődöm, akinek én átvettem ezt az óráját. Én alapvetően pedagógia szakos vagyok, tehát azok közé tartozom, aki ezt a képzést nem tudom elvégezni, csak hogyha vásárolok valahol egy pszichológiai diplomát, de még csak licitáltam erre, tehát még nincs a kezemben ilyen. De alapvetően egy tanárvégzettségű ember vagyok, és hosszú évek óta pedagógiai tantárgyakat tanítok itt az egyetemen, különösen ezen a karon, és hát az a célom, hogy ilyen képet lássunk az iskoláról belülről, részben nyilván úgy, ahogy ezt a hallgatók látják meg, hasonlóan, mint Kálmán mondta, hogy amifelé szeretnek érdeklődni, abból indulunk ki, de azt szeretném látni, hogy a pedagógia terén is egy számos újítás, új gondolat, új megközelítés van, és hogy egy picit érzékeljük azt, hogy ma az iskola szerepéről, a pedagógus szerepéről alapvetően más képünk van, mint hagyományosan volt, és picit
talán az is, ami a jelen gyakorlatban még többségében tapasztalható, és ebben meg nagyon fontos, hogy hogyan lehet jó kapcsolatot találni a pedagógusok és a pszichológusok között, vagy a pszichológiai szemponttal, és azt a nehézséget is, hogy 30 gyerekkel vagy egyel vagyok kapcsolatban, és hogy hogyan lehet ezeket a szerepeket jól megérteni, és nagyon remélem, hogy ilyen vidám, jó hangulatú az önök érdeklődésére épített órákat tudunk tenni, és a másik célom, hogy olvasásra ösztönözzem önöket, tehát olyan típusú kollokviummal zárunk, amelyik alapvetően egy ilyen olvasmány élményre épül. Én nagyon szeretném azt, hogy lássuk, hogy a tágan értelmezve a neveléstudomány vagy a társtudományok terén milyen izgalmas írások vannak, és hogy ezek nagyon el tudják a gondolatainkat vinni. Tehát én önökkel szeretnék közösen gondolkodni, és ilyen teljesen abszurd módon hinni abban, hogy lehet jobb iskolát csinálni a mai Magyarországon, és ehhez szeretném önöket társként szólítani, illetve megerősíteni önökben, hogy nincsenek egyedül. Nagyjából erről szól a kurzus, és örülök, hogyha sokan jönnek önök közül majd szeptembertől. Köszönöm, Sándor, és hát még most pillanatilag nem látok más oktatót, aki be tudott kapcsolódni, úgyhogy egyrészt mondom tovább, hogy akinek van konkrét kérdése tartalommal, a képzés tartalmával kapcsolatban, azt tegye fel a chatbe, vagy jelezze, hogy majd szeretne kérdezni, de akkor mennék tovább közbe a hallgatók irányába, és van most egy ilyen átfedő szekciónk, akik egyetemi oktatók, de közben hallgatók is, úgyhogy így érzem organikusan átadhatónak a folyamatot, hogy van most itt velünk Böddi Zsófi, látlak itt a kamerán, de talán a serfőző Móni is itt van, igen, csak te nem látszottál az én képernyőmön most, hogy ugye ti ELTE oktatók vagytok, és erre a képzésre jártok. Nektek mi a percepciótok a képzésről? Zsófi esetleg. Igen, mi a tanító és óvó képzőkaron dolgozunk, picit más csinálunk, de az ottani neveléstudományi tanszéken vagyunk pszichológusok, és úgy kerültünk ide, hogy nekem ez egy bakancslistás dolog volt, hogy én szeretném ezt elvégezni, meg sokat vagyok kint óvodában, sokat szembesülök az ilyen problémákkal, feladatokkal, tőlem is tanácsot kérnek, ha már pszichológus vagyok, bepottyentem az épületbe. Úgyhogy én úgy kerültem ide, hogy ezt mondtam a Móninek, hogy ha jön velem, jövök. És mondta, hogy jön velem. És hát egy ilyen másik lábnak is terveződik ez, illetve a pedagógus képzésben a munkámat iszonyat mértékben megtámogatja. Ezt már ebben a két évben is éreztem, volt ilyen téma, ami amúgy a szakdolgozatom témája is lett, például ugye az Évánál az óvodai bullying, amit már bevittem órára is, határozottabban, mint eddig. Tehát ebben is sokat segített nekem, és egyébként egy nagyon nagy szakmai felfrissülés volt, hogy a munkahelyemen is össze vagyok zárva pszichológusokkal, de hogy itt nagyon más területről jövő, más gondolkodású emberekkel találkoztam, úgyhogy egészen ilyen felfrissülés élmény volt. És kifejezetten én egy doktori képzésen vagyok túl, és nagyon jó volt most egy ilyen gyakorlati oldalról megközelíteni ezt a területet. Úgyhogy én így. Köszönöm, Zsófi. És akkor hát részben már meg is szólítottuk serfőző Mónit is. Hát már Zsófi elmondta, tehát, hogy én is pszichológus vagyok, tanító és óvóképzőkaron, és én végig azt kerestem, figyeltem a képzésben, hogy a pedagógus képzésben tanító, oktatóként mit tudok hasznosítani. Részben hasznos volt nekem az, hogy egy kicsit így a már sok évvel ezelőtt szerzett pszichológiai tudásomat is frissítette, tágította, megerősítette mindaz, amit tanultam. Jó volt az, hogy egy másféle szakmai környezet volt, tehát hogy egy kicsit ez a pszichológus szerep, amit azért én így valahol
elhagytam, vagy félretettem, amikor mondjuk így a felsőoktatásban kezdtem tanítani, az erősödött. És hát nagyon-nagyon tartalmas volt, én ezt nagyon meg tudom erősíteni, azokat a már elhangzott véleményeket, hogy a képzésben ezek az értékek, hogy az egymástól tanulás, nagyon inspiráló tapasztalatokból való tanulás, hogy mások mit látnak a saját területükön, a saját munkájukban, ez fontos volt. Szerintem legalább annyit tanultunk egymástól az órákon is, illetve éppen tegnap fejeztük be az utolsó csoportos feladatunkat, amit így együtt egy kis csapattal oldottunk, meggondoltunk végig eseteket, úgyhogy ezek nagyon, nagyon megerősítőek és inspirálók voltak tényleg, hogy ilyen szemmel is tudom ajánlani a képzést. Köszönöm, Moni. És akkor, hogy lássátok, hogy terepről is vannak azért hallgatóink. Itt van velünk Winkler Zsófi. Neked mi az, amit tudott nyújtani a képzés? Mi az, amit kiemelnél esetleg a mostani érdeklődőknek? Én óvodákban dolgozom, szóval, hogy tényleg a terepről jövök. Ami a legfontosabb, hogy én sokkal magabiztosabb lettem így most a képzés után, tehát mind akár a pedagógusokkal való munkában, tehát a konzultációkban, mind a szülőkkel való konzultálás folyamán, mind a, hogyha bemegyek egy óvodai csoportba, akkor sokkal hamarabb úgy érzem, hogy meg tudom látni azokat a dolgokat, amiket ki kell szúrni egy pszichológusnak, egy óvodapszichológusnak, és ezeket nagyon hatékonyan tudom kommunikálni mind a pedagógusokkal, mind esetleg a nevelési tanácsadóban, a kollégákkal, illetve a szülőkkel is. Úgy érzem, hogy sokkal könnyebben megtalálom a hangot, és sokkal professzionálisabban tudok velük beszélni a problémákról, illetve a lehetséges segítségnyújtási helyeket sokkal jobban tudom, tehát például akár a gyermekvédelem területén az nagyon hasznos volt számomra a gyermekvédelmi órák, hiszen ezt máshol nem igazán tudtam eddig megtanulni, de az óvodában sajnos sok olyan helyzet van, amikor szükség van erre a tudásra. Azon túl egy nagyon szuper csapat alakult ki nálunk, tehát azt gondolom, hogy a mi évfolyamunk az nagyon-nagyon jó volt, jó barátságok szövődtek, és nagyon jó volt az, hogy tényleg 24-en voltunk azt hiszem az évfolyamban, és hogy annyira együtt tudtunk működni, és azóta is nagyon sok kérdésben segítünk egymásnak, tehát hogy a kapcsolat az megmaradt, és nagyon személyes és bensőséges lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előnye a képzésnek. Hát és mindezt úgy, hogy ezt online bonyolítottuk. Igen, a második év az nekünk ugye online volt teljesen, szóval személyesen nem olyan sokat találkoztunk. Igen, köszönöm szépen, Zsófi. Még itt van velünk Kovács Dóri, aki még egy korábbi évfolyamban végzett, amikor még minden személyes volt, úgyhogy Dóri, te neked már azóta, már így néhány év elteltével is meg tudod fogalmazni, hogy mi az, amit hozzá tudott adni a képzés a szakmai fejlődésedhez. Igen, sziasztok! Hát így főleg néhány évvel múltával tudom igazán megfogalmazni egyébként, hogy mit is adott hozzá. Én szakértői bizottságban dolgoztam már akkor egy éve, amikor jelentkeztem a képzésre, és hát ugye pedagógiai szakszolgálatnak hívják az intézményt, aminek ez része, és akkor így jött igazából nekem ez, hogy akkor ugye ezt válasszam, ezt a szakképzést, szakirányú továbbképzést, és igazából utána helyezkedtem el én, miután elvégeztem ezt a két évet, utána helyezkedtem el iskolába, aminek kapcsán egyébként így egy ilyen, nem tudom, egy ilyen saját tapasztalat alapján, nem hívnám tanácsnak, de hogy így nekem így egy ilyen konklúzióm az volt valahol, hogy lehet, hogy érdemesebb lett volna, már így egyébként megbízással vagyok az iskolába,
azóta is. Tehát, hogy lehet, hogy érdemesebb lett volna már akkor bevállalni, még akár így alapmunka és a képzés mellett ezt a megbízást, hogy tényleg frissen így a terepen tudjam, tehát, hogy amit ott megélek, azt ugye be tudjam hozni, mert ezt tényleg ebbe abszolút erre ki is tértetek, és ez így igaz, hogy ott egy ilyen kis műhely jelleggel tényleg így mindenki behozta így a saját intézményének a tapasztalatait, és ezeket nagyon jól meg tudtuk dolgozni, tehát ebben mindig egy kicsit úgy éreztem, hogy így ebből így kimaradok, és csak így szívom az infókat, és majd utána ezeket ugye használni fogom, amikor ott vagyok a terepen, de sokkal jobb lett volna, már én is be tudom aktívan vinni azokat a dolgokat, amit ott igazából, amikor ezt elkezdtem az intézménybe dolgozni, akkor ezt így megéltem dolgokat. Tehát így talán így ez jutott eszembe így ezzel kapcsolatban. Egyébként tehát a szakértői tevékenységben is tudtam fejlődni egyébként ennek kapcsán. Az iskolapszichológiai tevékenységhez meg szerintem abszolút, tehát szinte alfa omega azért ez, és hát én egyébként még annyi, hogy így a két város, ahol ez ugye opció volt, ugye Budapest és Szeged között vagyok pont Kecskeméten, vagy hát így az alapmunkánál, tehát így abszolút elbillent a mérleg nyelve, hogy végül is ugye melyik legyen. Én egyébként a mesterképzést is az ELTE-n végeztem, tehát így volt még egy ilyen szempont. A másik meg, hogy nekem tetszett abszolút ez az intenzív jelleg, hogy így egymás után ez a három nap, tehát sokkal jobb volt így, sokkal jobban bele tudtam merülni, mint mondjuk minden héten egy napot kiszakadni mondjuk a diagnosztikai munkából, vagy bármiből. Úgyhogy ez is szempont volt. A másik, amit még szeretném kiemelni, az, hogy abszolút ez az ilyen szakmai kapcsolatrendszer, és hát én igazából így, nem tudom, azóta is ilyen mentori szerepet látok így a volt oktatókban, ugye hát Évával azóta is ugye szoros a kapcsolat, így szakmailag is, és hát igazából nekem az volt így az ilyen személyes érdekes történet, hogy pont amikor a diplomóztunk volt, 15-től 17-ig jártam oda, és amikor a diplomóztunk volt, előtte pár nappal küldte talán ki a Katti ezt a körlevelet, annak kapcsán, hogy az oktatási hivatalban ugye ilyen NFO pályázat indult, és ugye ebbe kerestek ugye pszichológus kollégákat, kifejezetten szakpszichológusokat egyébként, tehát ez egyik elvárás volt, és hát ugye friss szakpszichológusként ezen így dilemmáztam, de aztán pont ott volt a diplomóztón Éva, és akkor ebbe így motivált, hogy azért ezt tényleg érdemes lenne megpróbálni, és hát nagyon nem bántam meg, egy abszolút új út volt így, szintén kombinálva egyébként a szakértői tevékenységgel, azt nem tudom lerakni máig, és tényleg ott is, ott többek között szervezetfejlesztést is kellett az intézményekbe csinálni, amit ugye Kálmán tanított nekünk, illetve volt mindenféle mentálhigiénés, tehát ott is abszolút át kellett látni az iskolákat, mint ezek ilyen hátrányos helyzetű iskolák voltak főleg. Úgyhogy ezt nagyon jól ki tudtam használni, ez 3 évig tartott, és utána még ráadásul szintén így Éva kapcsán, hogy így kapcsolatban tudtunk maradni, így kiderült itt a bullying program kapcsán, ugye a zenéből, amit közben meg is tanultam tőlük, hogy lenne egy ilyen határon túli pályázat is, szintén oktatási hivatal FOP, úgyhogy ebbe is nagyon jól össze tudtunk dolgozni, közreműködni. Úgyhogy én tényleg csak hálást tudok lenni ezekért, hát lehetőségekért lényegében, amiket így kaptam ezáltal, tehát abszolút meghatározta így a pályafutásomat, így a szakmai életutamat azóta is. Köszönöm, de hát lehet, hogy mások most kapnak ötleteket, hogy milyen irányba viheti a képzés a jövőt. És Kati, úgy látom, jelentkezel. Igen, elfelejtettem két dologról beszélni, ez a két bűvös egy év.
kérdése, az egyik nagyon kapcsolódik ahhoz, amit a Dori mondott, nevezetesen, hogy miért várunk mi egy év szakmai gyakorlatot. Ugye itt a chatbe is levelezés folyt erről, hogy az egy év az nem azért egy év, mert ez egy ilyen börtönbüntetés jellegű, hanem hogy ez egy tanévnyi szakmai tapasztalatot várunk el. Tehát az a tapasztalatunk, hogy akkor lehet jól profitálni a képzésből, ha valakinek van egy körülbelül ennyi, tehát egy minimális jellegű köznevelési, közoktatási, vagy olyan tapasztalata, ami gyerekek nevelésével, oktatásával kapcsolatban végzett, mert friss diplomásként, hát én nem tudom ki mennyire emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor éppen végzett a pszichológia szakon. Hát én a Jézus Mária azt se tudom, hogy mit kéne tennem állapotba voltam. Ez nem az optimális időszak arra, hogy az ember szakképzést tudjon kezdeni, de egy éves felocsudás az ilyet pályakezdésből az már elegendő ahhoz, hogy erre ráépítsünk, különösen akkor, hogyha folyamatosan az embernek ilyen munkahelyi kapcsolatai vagy tapasztalatai termelődnek. Tehát igazán az a hatékony, ha valaki folyamatosan dolgozik pedagógusokkal, gyerekekkel, szülőkkel, de ez lehet pedagógiai szakszolgálati munka is, tehát nem ragaszkodunk ahhoz, hogy ez óvoda vagy iskola legyen, vagy lehet gyerekvédelem is, de az élő és a napi problémákat hozó tapasztalatok a lényeg, és ez az egy év, ez nem ilyen nagyon kilóra van, tehát mondjuk időtávlatban egy év, de ez nem biztos, hogy egész állás, mondjuk a nagyon tört állás, azt azért összeadogatjuk, tehát egyénileg mérlegeljük, hogy elég-e az a tapasztalat, de nem egy kollégát lebeszéltünk arról, hogy túl korán kezdje el, és hát utólag igazat is adtak nekünk, de hát ez általában azért nem probléma. Hogy... Na, mi a másik egy év? Az, hogy van egy olyan opció, hogyha valaki tanácsadó szakpszichológus már, akkor mód van arra, hogy erre a képzésre jelentkezzen, és a képzés szervezési sajátosságai lehetővé teszik azt, hogy beszámítsunk 60 kreditnyi teljesített képzést, elég nagyfokú az az alapképességbeli, alapkompetenciabeli átfedés, ami a két szakma közt van. Ugye ez is indokolja azt, hogy elvileg a tanácsadás szakpszichológus képzést is elfogadják, mint szakirányú megfelelő végzettség, de az a tapasztalatunk, hogy se az iskola szociológiai vonatkozásai, mint amit a Dóri emlegetett, tehát hogy iskola szociológiát tanítunk direkt módon, se az iskolában alkalmazott közvetlen módszerek, mint a pedagógus konzultáció, vagy a diákokkal végzett különböző tanulási nehézség, vagy tanulási módszerek, vagy tehetségfejlesztés kérdésköre. Ezek mind olyanok, amik részletesen itt bemutatásra, tanításra, feldolgozásra kerülnek. Tehát ezek nagyon jól kiegészítik a már meglévő szakirányú továbbképzést, és akkor ez ilyen bónusz
egyéves lehetőség, amit nyújtani tudunk. Köszönöm, köszönöm, Kati. És még közben észrevettem, hogy becsatlakozott Lilla is, német Lilla, aki most az én segítségem a képzés szervezésében, koordinálásában. Úgyhogy Lillám, akkor te is mutatkozz be, kérlek, mert aki most felvételizik, az biztos veled fog sokat levelezni. Így van, köszönöm szépen, Éva, én is köszöntök sok szeretettel. Mindenkit engem Németh Lillának hívnak. Néhány éve dolgozom az ELT-n, és főleg tanárképzésben oktatok mindenféle pszichológiai tárgyakat, és hát körülbelül egy éve, ugye az ősz óta kezdtem el jobban kötődni, vagy kötődni egyáltalán a szakképzéshez, amióta Éva munkáját segítem különböző ügyintézéssel kapcsolatos dolgokban. Terepgyakorlat szervezés az, aminek kapcsán egész biztosan fogunk sokakkal találkozni, aki majd jelentkezik erre a képzésre, mert ugye ez volt most az egyik ilyen fontos dolog, amiben részt vettem, illetve a második fél évében a statisztika című méltán népszerű kurzust tanítom újabban én a szakképzésben, úgyhogy ott fogunk még valószínűleg találkozni. Oké, köszönöm szépen, Lilla. Hát kell egy kis statisztikát tudni, van akinek nagyon élő és sok statisztika tudása van a szakdolgozat megírásához, van akinek kicsit poros vagy kevesebb, és akkor nekik tudunk támogatást nyújtani így a képzésen belül, hogy sikeres kis kutatást tudjanak csinálni így a képzés zárásakor. Kérdezem, hogy van-e még olyan, aki szeretne megszólalni, vagy az résztvevőktől, hogy van-e olyan kérdés, amit szeretnétek szóban feltenni, amire még nem válaszoltunk. Nagyon szívesen megtesszük ezt most. Az akkor jelentkezzen, vagy némítsa vissza magát, és nyugodtan szólaljon meg, aki nek kérdése van. Oké, hát még egyelőre nem jön kérdés, úgyhogy hát én ezt akkor annak tulajdonítom, hogy sok oldalról tudtuk megvilágítani, és elég átfogóan be tudtuk mutatni, hogy mit várunk a képzésen, vagy mit nyújtunk a képzésen, és mit lehet várni ettől a képzéstől. És akkor azzal zárnám ezt a mai nyílt napunkat, azon kívül, hogy megköszönöm mindenkinek a részvételt, hogy hát július 8-án akkor Lillával megerősítve, akkor elbeszélgetünk a jelentkezőkkel. Ez a felvételi, azt nehogy valaki vizsgának tekintse, ez a felvételi egy kis beszélgetés arról, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, mit vár a képzéstől, hogy lássuk, hogy körülbelül helyén van ő is, és mi is az ő szakmai terveibe beleillünk. Jó, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha találkozunk ezen a július 8-ai felvételin, és mindenkinek akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a szép napos délután ránk szánt egy bő órát, és hozzájárult ahhoz, hogy sok mindenkihez eljussanak ezek az információk. Úgyhogy köszönöm szépen az összes oktatónak és az összes hallgatónknak is, hogy részt vett, és hát természetesen az összes érdeklődőnek. Köszönjük szépen!